A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most, kedves nézőink, ismét megerősítés nyert, hogy Székesfehérvár nem csak királyi város, nem csak a gazdaság és a sportvárosa, hanem egyre inkább a művészetek városa is, hiszen egy remek hírről számolhatunk be. Székesfehérváron indít előkészítő balettképzést a Magyar Táncművészeti Egyetem. Erről fogunk beszélgetni a Nagy Kuti Táncstúdió vezetőjével, Nagy Kuti Zoltánnal. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy megtiszteltél bennünket. Igen, a Tehetségközpontban zajlik, és folyamatosan felvételiztítettek a fiatalokat, a jelentkező gyerekeket, kiváló válogatás lesz, képzés, és a kezdeményezés céljáról kell, hogy majd beszéljünk, mert ez azt hiszem, hogy egy rendkívül fontos. Ahhoz azonban, hogy eljussunk addig, először ismerkedjünk meg a családdal, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy te és lelked jobbik fele, Kuti Mercedes, akik az egészet koordináljátok, vezetitek, és ez különös életutat éltek, hiszen a feleséged Szolnok, ki balettből indult, te magad ugye a Táncművészeti Egyetemet Pécset végezted, pécsi balettben táncoltál, és ez egy csoda találkozás itt Székesfehérváron nekünk ezzel a fantasztikus műfajjal. Hogy választottál hivatást? Kezdjük talán azzal. Hát én egy nagyon mozgékony gyerek voltam, tehát rengeteg energiám volt. Én tulajdonképpen Csepel-szigetről Sziget-Szentmártonból számolok. Budapesten születtem, de 14 éves koromig Sziget-Szentmártonban laktam, ez egy kis falu. Hihetetlen nagy sportélet zajlott ott. Én vízi úttörő voltam például, tehát nem hétköznapi úttörő voltam, mert adott volt a Kis Duna, úgyhogy a maradék energiáinkat a testnevelő tanárunk az általában ott vezette le. Leelveztünk mindenféle folyón, Dunatúra, Tiszatúra, mindent csináltunk, és mellette ment a focilabda, a kézilabda, stb. Hát rengeteget mozogtunk. És elérkezett az az időpont, amikor ugye ki kellett találni az iskola után, az általános iskola után merre. És az édesanyámnak volt az ötlete, mert akkor én már táncoltam a német nemzetiségi sváb tánccsoportban, és mondták, hogy ügyes vagyok, jó a hallásom, miért nem próbálunk meg egy iskolát, és akkor nem lehetett a 14 éves korban már nem nagyon lehetett akkor a balettintézetbe jelentkezni, illetve csak később egy pótfelvételével, és én Pécsre kerültem, elmentünk Pécsre, ugye ott a pécsi balettnak a művészei, balettmesterei voltak a tanáraim, a pécsi művészeti iskolában végeztem, és aztán bekerültem a pécsi balettba, onnan 6 évet töltöttem, Dortmundból jött haza Herzog István annak idején, nála táncoltam, ez fantasztikus termékeny időszak volt, csak a gazdasági helyzet, mert minden olyan volt, tele voltunk külföldi táncosokkal, és egyszerűen el volt lehetetlenítve, mert akkor az együttestet nem lehetett megélni, így kerültem a Madách Színházba, én ott találkoztam a Mercedes-szel. Igen. Ez egy nagy váltás volt, mert én imádtam mindig a balettet, tehát nekem az az életem szerelme a balett. És szerettem volna azért valami kicsit más csinálni, hogy az ember ugye csak balettot, tehát balettáncosnak, vagy balettművész, akkor nem nagyon van más út, van esetleg egy kis modern tánc, modern balett, de hát az egy teljes életutat kíván. És így jött a kortárs. És akkor így jött egy kicsit a jazz, igen, a Madách Színházban musicalek voltak, függetlenül attól, hogy Macskákban voltunk benne, aminek Seregi László volt azért a koreográfusa, csináltunk Robert Nord koreográfiákat, az együttesnek volt, a Madách Színház tánckarának volt saját előadása este, de inkább musical, inkább ez a könnyedebb műfaj volt, és utána jött nekünk egy szerződés külföldre, mi Fort Lauderdale-be kerültünk, Floridába egy táncegyütteshez, egy csapathoz, akik Las Vegasba csináltak revüket és hajóra. És akkor onnantól meg bekerültünk a show businessbe, a levegő akrobatikától kezdve a stepping, mindent, az egy elképesztően jó időszak. Tehát ez egy kiváló indítatás, én azt gondolom. Tehát a klasszikus balett nélkül nem létezik kortárs táncművészet, ebben megegyezhetünk nyilván, viszont az az alapja mindennek, ugyanakkor tovább kell lépni. Ezt egyébként itt Fehérváron is megtapasztaljuk Egerházi Attila társulatánál, hogy a kortárs táncművészet arra épül a klasszikus balettre, ugyanakkor sokkal többet ad azoknak, akik pusztán szeretnének tovább lépni és ebben a műfajban, és ez egy remek gondolat. No, aztán ugye házasságot kötöttetek, és megalakult ez a stúdió.
Tehát én azt gondolom, hogy ez a Dance Studio, ez egy további lépcső. Bár én itt a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy 10 esztendeje volt Idestova, a Csillag születikben bemutatkoztatok, és megnéztem, igen, az valóságos kortárs táncszínház, ami ad is nekünk, és tovább gondolásra késztet bennünket. Magát a történetet is teljesen másként, igazi, ha úgy tetszik, a köznapi ember számára is érthetően mutatjátok meg. Hogy kerültetek Fehérvárra, hiszen a Dance Studio is úgy alakult, hogy Martonvásáron, aztán Fehérváron, és azt hiszem, hogy ez egy komoly lépés, nem csak a család életében, hanem a táncművészet terén is itt a környékünkön. Igen, tehát amikor az ember már kezd azért kiöregedni ebből a szakmából, el kell dönteni, hogy merre megy. Tehát vannak koreográfusok, balettmesterek, balettigazgatók, tehát ezen a pályán nagyon sok felé el lehet azért úgymond spriccelni, amikor az ember már nem aktív. Mert 45 éves korában azért már így gondolkodni, nem a fizikai állapota miatt, vagy mert nem tudná megcsinálni a dolgokat, de azért 45 évesen már egy Rómeó nem néz ki jól. Mi kint voltunk nagyon sokáig ugye külföldön, és amikor minket ott mindig nagy szeretettel fogadtak, és akkor mondták, hogy üdvözölnek minket az új hazába, meg stb. Mondtuk, hogy mi nem maradunk itt, mi megyünk haza, hogy befejeztük a dolgunkat, tehát ez nem volt soha egy opció, hogy mi kimaradunk. És akkor hazajöttünk, mindig ez volt a fejünkből, hogy csinálunk egy balettiskolát, hogy átadhassuk azokat a tapasztalatokat, amiket mi tudunk. A feleségemnek már volt egy iskolája Martfűn, ő már ügyes volt ebbe, és nagyon sok koreográfiát készített, nagyon sikeres volt, de aztán akkor abba kellett hagyni, mert külföldre kerültünk, és ő mindig kérdezte tőlem, hogy én ezt akarom-e, hogy ezt én átgondoltam, hogy ez mivel jár. És mondtam, hogy persze, hát én minden nehezebb dolgokat is csináltam, mint egy balettiskola, mi lehet ebben a nehéz. És soha nem felejtem az első pillanatot, amikor négy éves gyerekeknek kellett órát tartani, és voltak 15-en, és sikoltoztak, és rohangáltak, és majdnem megettek. Tehát ez egy olyan dolog, ha az ember alapít egy balettiskolát, itt kell, hogy legyen egy szakmai tudás, ami sokrétű kell, hogy legyen, mert csak balettet nem lehet a gyerekeknek tanítani, mert ez egy nagyon nehéz műfaj kell, azon kívül modernt, jazz, szórakoztató dolgokat is kell a gyerekeknek tanítani. Martonvásáron megcsináltuk az első iskolát, ez kb. 13 évvel ezelőtt volt, és Fehérváról jártak le hozzánk szülők. És tulajdonképpen az egyik apuka egy úgymond beszólása volt nekem, hogy miért derogál nekem Székesfehérvár, és miért nem nyitunk ott is iskolát. És mondtam, hogy nem derogál nekem Székesfehérvár, hogy derogálna, mert imádom a várost, fantasztikus, csak én úgy tudtam, hogy itt már azért nagyon sok ugye, gazdag táncélet van Fehérváron, nem gondoltam, hogy itt nekünk van lehetőségünk. És a táncházban megpróbáltuk. Először 10 gyerek jött, aztán 15, és két hónap múlva 75 volt. Úgyhogy kinőttük a táncházat, és kellett keresnünk egy saját stúdiót. És olyan sok volt a gyerek a jelentkező, most körülbelül 160-170 gyerek jár hozzánk, hogy egy saját stúdiót kellett csinálnunk, ez a Holland Fasornál volt. Nem mondom az üzletház nevét, mert nem reklám, de ott nagyon vevők voltak erre, mert egy francia tulajdonos van, és nekik a balett, ugye az egy Franciaországból indult dolog, az nekik egy nemzeti érték, és ő nagyon szerette volna itt egy balettiskola legyen. Úgyhogy elkezdtük a munkát, és egyre jobban jöttek a gyerekek, boldogok voltunk, a szülők támogatnak. Még ugye azt tudni kell, hogy mi egy magán balettiskola vagyunk, tehát nem vagyunk egyesület, semmiféle támogatást nem kapunk, nem is vagyunk jogosultak rá. Csak a szülői befizetésből tudjuk fenntartani magunkat. Ez nagyon jó, mert innen az ember rögtön leméri, hogy jól végzi a dolgát-e, vagy nem. Mert ha nem végzi jól a dolgát, akkor a szülő nem fogja a gyereket oda tovább járatni, úgy gondolja, hogy itt nem fogjuk jól a munka, elmegy máshova. Tehát ilyen szempontból ez nagyon szerencsés. Más szempontból nem, mert ugye mindent nekünk kell megteremteni. Mit hoztatok haza Amerikából, illetve a klasszikus balettművészetből? Mit lehetett átörökíteni? Hiszen ahogy beszéltünk az elején, a kortárs táncművészet gyerekcipőben járt bizonyos értelemben hazánkban. Az más kérdés, hogy nyilván a 21. század egyszerűen megköveteli, hogy ez is jelen legyen, és nem csak Székesfehérváron, hanem szerte az országban, és erre vannak is példák, nyilván jó példák. De mi az, amit össze lehet gyúrni, és ez valóban mást ad és többet ad? Én már belekapcsoltam azért a modern táncokba és a kortárs táncokba, mert a Pécsi Balett ugye az volt az ország első ilyen modern tánc, együtt Eck Imrével, nekem mesterem volt az Imre bácsi, és rengeteget tanultunk tőle. Tehát azt a filozófiát, hogy egy nagyon erős klasszikus balett képzésre, hogy építünk rá olyan új stílusokat, olyan új mozdulatokat, azt én már igazából gyerekkoromban tanultam az Imre bácsitól. Aztán utána szerencsém volt Herzog Istvánnal, aki Németországból jött haza, ahol szólista volt és balettigazgató Dortmundba, és egy teljesen más stílus
hozott haza, az is nagyon erős klasszikus balett volt. Aztán, amikor kikerültünk Amerikába, ugye jöttek a jazz táncok, jöttek a még modern, a step tánc, és olyan sok mindent tudtunk megtanulni ezáltal, hogy a mi filozófiánk tulajdonképpen az iskolában ugyanez. Egy nagyon erős, mondanám azt, hogy Vaganova képzést adunk, de nem igaz, mert azért elcsipkedünk egy kicsit az angol stílusból, egy kicsit a Bournonville stílusból elcsipkedünk a gyerekeknek, de viszont muszáj, hogy egy táncos sok oldalú legyen. Nekem a mesterem a Herzog István volt, én mindig szoktam mondani, hogy én Herzog táncos vagyok. Ő mindig azt mondta, hogy ha egy táncost kidobnak egy bőröndel bárhol a világba, annak meg kell tudnia állni a helyét. És ez a képzés alapja. Tehát a gyerekeknek is azt próbáljuk, mert ugye most, hogy a Táncművészeti Egyetem kiválasztott minket erre a programra, azért külön kell választani a két dolgot. A mi iskolánk, a Dance Studio Nagykuti, az arról szól, hogy jönnek a gyerekek, és megismertetjük őket ezekkel a művészeti ágakkal, különböző stílusokkal, stb. Nekünk nem célunk az, hogy mint egy új idézőjelben lóversenyistáló kitermeljük tehát a tehetségeket. Tehát nem profi táncosokat neveltek elsősorban. Az iskolának ez a része nem. Arról szól, és ugye itt is szoktak ilyen, hogy most az én kislányom duci, vagy nem olyan vékony, tehát senkit nem érdekel. Szeresse a táncot, jöjjön hozzánk, és ha élvezi, mi annak nagyon örülünk. És ezért volt egy ilyen hiánypótló, hogy megjelent az egyetem, és tényleg aki azt szeretné, hogy ő professzionális, és tényleg erre készül már gyerekkorában, annak is tudjunk adni valamit, mert ez a kettő két különböző dolog. Tehát ezért volt fontos az iskolában, hogy akik hozzánk érkeznek, azok szeressék meg. De természetesen kerültek be eddig is, már a negyedik a Borka került, pont most találkoztam vele tegnap az évnyitón. A Borka került be most például a Táncművészeti Egyetem, a negyedik növendékünk, de mi nem mentünk oda, mi nem hívtunk föl senkit, hiszen azért ismerünk egy pár embert a Táncművészeti Egyetemen. Ez az a gyereknek a saját útja, ezt neki kell eldönteni, mi nem forszírozzuk ezt. Viszont ez egyszer az egyetem megjelent, tudunk egy ilyen lehetőséget is biztosítani ezáltal, hogy fel tudjuk készíteni a gyerekeket arra, hogyha 5. osztályos korukba mennének, akkor már egy olyan képzést kapnak, ami speciálisan a Táncművészeti Egyetemnek a tematikája, ők fognak lejönni vizsgáztatni őket évvégén, fél évente, mi fogunk tanítani, de meghatározott módon, amit ők követelnek meg. De ugyanakkor ez megerősítést jelent. Tehát egyrészt, hogy jó döntést hoztatok 2011-ben, amikor elkezdtétek Tordason, Martonvásáron, mindegy, hogy fogalmazunk. Igen, ott volt az első a néptár. És ott volt az első. Ott volt az első, igen. És tehát folyamatosan fejlődés. De mi a fejlődés záloga? Tehát nyilván a ketten vezetitek ezt a stúdiót, de én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik most jelentkeznek, egyrészt egy folyamatra várnak, tehát ti vagytok a mesterek. Másrészt pedig meg kell tartani azokat az alapvetéseket, amelyet annak idején megfogalmaztatok, viszont meg kell felelni a Táncművészeti Egyetem kritériumainak is. Igen, tehát az egyetem abban nem szól bele, hogy mi hogy tanítjuk a saját iskolánkban a saját növedéküket. Viszont ők fognak lejönni, ugye az egyetemről most ugye 3-án lesz a felvételi szit, Melinda mesteroktató fog lejönni. Ő választja ki a gyerekeket, tehát ebben mi nekünk nincs beleszólásunk. Tehát én nem mondhatom meg, hogy a Táncművészeti Egyetem előkészítő balett stúdiójába kiket vesznek föl. Akiket esetleg nem vesznek föl oda, azok bőven jöhetnek hozzánk, és szeretettel várjuk őket. De ez nehéz. Mi balettiskolánknak van egy luxusa. Tehát nekünk nem kell kiválasztani olyan gyerekeket, akinek most tökéletesen hosszú a lába, tökéletesen hosszú. Tehát csak mi az örömért csináljuk, és azért, hogy szeresse. Na most, amikor már egy szakmáról beszélünk a Táncművészeti Egyetemen, akkor nekik nagyon fontos az, hogy ez a 8 éves képzés, amit majd fog kapni a gyerek, az ne legyen felesleges. Mit néznek ilyenkor? Nézik a koordinációs képességét, csípőizületet néznek, térdizületet néznek, az alakját, a csontozatát, stb. Ez a gyerek érdeke is tulajdonképpen, és ez a nagyszerű ebbe a programba. Tulajdonképpen ez dr. Macher Szilárd kezdte el, ő nagy rajongója a Royal Balettnek, és ők nagyon mélyen táplálkoznak ezekből a magánbalettiskolákból és vidéki iskolákból, hogy ők már lejönnek, és kijönnek ebből az elefántcsontvárból, és megpróbálják megkeresni a gyerekeket, és azokat kiválasztani, akiknek tényleg érdemes, mert a gyerek érdeke is, hogyha ő most kap egy képzést, és van neki egy gerincfeldülése, mire esetleg a pályára kerülne, tönkre megy bele, mert nem bírja a teste azt a képzést. Tehát ez a nagyon fontos. Tehát ők kiválasztják, mi leszünk az oktatók, de nekünk föl kell járni a Táncművészeti Egyetemre, folyamatosan majd képzéseket kapunk, hogy mit szeretnének, milyen tematika szerint merre vonul. Ez nem különbözik sokban a miénktől, hiszen ott is Vaganovát és erős klasszikus balettet, de viszont sokkal részletesebb, és sokkal jobban a gyerek érdekét szolgálja, hogy amikor oda kerül 5. korába, ő már egy előnyben lesz azzal, hogy bekerült. Ami nagyszerű dolog, hogy tulajdonképpen felvételizni se kell elmennie, hanem
amikor megvolt a negyedik osztály, lejönnek, levizsgáztatják őket, és a kiválasztott gyerekeket automatikusan a Táncművészeti Egyetemre elviszik, még vizsgázni se kell, vagy felvételizni se kell. Ugye Mayer Szilárd úgy fogalmazott, hogy az angliai Royal Palace School az alap, egy alulról építkező folyamat, mondja ő, amelynek során a folyamatosan nehezedő képzési struktúrában kiszűrik az igazán tehetségeseket. Tehát az igazán tehetségesekből lesznek nyilván a balettosok a nagy tárok, ha úgy tetszik. Igen, csak ez nagyon nehéz. Tehát ez egy nagyon komoly folyamat. Nagyon nehéz folyamat, mert ugye most sok mindenről kell beszélni. Először is van az alkati adottságok, hogy valaki alkalmas legyen erre a terhelésre. Aztán nem árt, hogyha van ritmusérzéke, stb. Utána pedig jön egy nagyon nehéz pálya, amikor 18-19 éves korára elér, milyen állapotba tud fejlődni. Tehát az alkati dolgokat ki lehet szűrni. Azt ki lehet szűrni például, hogy a szülő akarja csak, hogy a gyerek balettáncos legyen, és a gyerek nem is akarja ezt az egészet. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Amikor elért oda a pályájának, hogy 19 éves, és be kell kerülni egy együttesbe, akkor ott jön a szerencse. Hogy van-e esetleg egy olyan balettigazgató, mint például az én esetemben, én rendkívül szerencsés voltam Herzog Istvánnal, mert egy éve voltam az együttesben, és egyszer csak megjelent ő egy teljesen más szisztémával, tehát egy nyugati színvonalat képviselt, és nekünk azt föl kellett kapni. De ehhez szerencse kell, hogy az ember jókor, jó helyen kiválasztja őt valaki, hogy nekem ez a táncos kell az én együttes, kapjon szerepeket. Szóval ez rettenetesen nehéz, és rettenetesen komplikált pálya, de viszont megéri, mert egy borzalmasan gyönyörű. Ennek tükrében egy kicsit távolodjunk el most a jelentől. Hol tart ma a magyar kortárs táncművészet? Én szerintem nagyon nyitott én azt veszem észre, hogy egyre jobban van igény, tehát a tánc stílusoknak a megismerése. Régen ugye erősen csak a klasszikus balettra támaszkodott, nem is volt szinte kortárs tánc, Ekkerimre mondom, ő volt az első, aki még itt próbálkozott, ugye. És azóta szerintem egyre jobban nyitottak az emberek a nem csak a kortárs, hanem mindenféle tánc iránt. Én úgy gondolom, hogyha fölkerül valami a színpadra, az legyen kortárs tánc, az legyen klasszikus tánc, az legyen hip-hop, ha az jó, annak van létjogosultsága ott fönt a színpadon. Tehát minden érdekli szerintem az embereket, ami jó, és az nagyon fontos, hogy nem vagyunk bezárva. Tehát azért lehet már külföldre menni, ott is lehet elkapni egy csomó érdekes irányvonalat, ami most történik például Amerikában is, vagy Hollandiában is, azt haza lehet hozni, nincs az, hogy nem lehet megmutatni, mert ez ide nem fér bele. Úgyhogy ez egy rendkívül izgalmas korszak szerintem, és úgy veszem észre, hogy a közönséget is azért érdekli. Igen, erről beszélt Shirley Assemblon is nekem nemrégiben, ugye itt járt az Egerháziéknál. A vidéki stúdiók és a fehérvári között milyen kapcsolat van? Mert nyilvánvaló, hogy ahogy már az imént elmondtad, hogy a Táncművészeti Egyetem határozza meg a struktúrát, és a vidéki stúdióknak ezt kell követnie. Viszont figyelnek-e egymásra? Igen, vannak, de nagyon fontos az, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének szoktak lenni versenyei. Mi nem nagyon járunk olyan sok versenyre, 2-3-ra el szoktunk menni, az egy visszaigazolás mindig, és ott tudunk találkozni a kollégákkal, látjuk, hogy ők miket csinálnak, a gyerekek fönt vannak a színpadon. Ezek a versenyek is, ugye Bartók Béla mondta, hogy a lovak versenyezzenek, ne a művészek, de viszont olyan szempontból fontos, hogy lássuk, hogy ki hol tart, ki mit csinál, milyen stílusban dolgozik, azért nekünk is arra fel kell készülni, ez egy közös munka, úgy általában, amikor mi elmegyünk, akkor nem azt szoktuk mondani, hogy versenyezni megyünk, hanem megmutatjuk, hogy mit tudunk, és hogyha esetleg kapunk valami ajándékot, azt elfogadjuk. Azért jó kapcsolatban, én például nagyon jóban vagyok a szegedi iskolának a vezetőjével, Varga Józsival, Oroszlányival, a Máriával, mi össze szoktunk jönni azért a Táncpedagógusok Országos Szövetsége, én úgy gondolom, az elnökasszony nagyon odafigyel arra, hogy összehozzon minket, egy csomószor vannak értekezletek, beszélgetések egymással, leülünk, esetleg az adott problémákat felveti, miben tudunk változni, és nagyon figyelnek a gyerekekre ők is. Ez nagyon fontos, hogy ha valaki nyit egy balettiskolát, azért persze kell a diploma, mi is a Táncművészeti Egyetemen végeztünk, a pályánkat a színpadon végeztük, nem a könyvből tanultunk, ez nagyon fontos, de azért ők szeretnének egy kontrollt, hogyha a gyerek bemegy oda, akkor mit kap egy ilyen iskolától. Tehát ez egy fontos szempont az ő számukra is, hogy azért nézzék, hogy mi folyik. És jó kapcsolatok vannak Miskolctól kezdve mindenhol, tehát nincsen ilyen konkurencia harc vagy ilyesmi. Jóban vagyunk, sokat szoktunk találkozni, versenyek alkalmával beszélgetni szoktunk, úgyhogy... Szit Melinda ugye itt volt a sajtótájékoztatón, és egy érdekeset mondott, én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, bár erről a szőrmentén már ejtettünk szót, hogy a szülők számára is nagy könnyebbséget jelent ez. Ez azért is fontos számomra, mert ugye arról már beszéltél, hogy amikor egy töpörtyű elkezd táncolni, akkor a szülő már az egekbe gondolja nyilvánvaló, főleg ha mutat valamiféle tehetséget, de ez a szülők
kulcs szerepet játszanak. Az oktatók mellett egy jelen pillanatban az első körben biztos, hogy a szülők a legfontosabbak. A szülőket hogyan lehet megnevelni? Hál' Istennek, én azt kell mondjam, nekem sok problémám nem volt eddig a szülőkkel, tehát úgy elfogadták azt, hogy mi hogy tanítunk, és hogy mi a célunk. Én általában szoktam mondani, hogy ezek az egésznek csak akkor van értelme, ha a gyerek ebből profitál. Tehát az egy dolog, hogy a szülő mit gondol, a nagymama mit gondol, én mit gondolok, a fontos az, hogy a gyerek ezt szeresse, amit csinál. És nagyon sokszor van, amit említettél, hogy úgy gondolja, hogy az ő gyereke a legtehetségesebb a világon, ki nem, az nekem is van egy lányom, én is úgy gondolom, hogy ő a legtehetségesebb a világon, bár nem balettozik, sajnos, de én se erőltetem. Hogy meg kell, hogy értsék azt a szülők például, amikor eljönnek és mondják, hogy négy éves korban már lehet hozzánk jönni, és hoznak mondjuk egy 5 éves kislányt, és egész nap ő otthon a lábujján megy, ami különben nem jó. Javaslom, hogy senki ne csinálja, mert tönkreteszi az ízületeit, az egy speciális cipőkkel, és egész nap tütő és nézi a balettfilmeket, és ő azért hozta ide a gyereket, hogy neveljünk belőle táncos, mert hallotta, hogy ez egy nagyon jó iskola, mert balettáncos lesz a gyerekből. És akkor általában szoktam rögtön mondani, hogy nagyon rossz helyen jár, mert mi nem csináljuk ezt. És akkor van egy ilyen meghökkenés, hogy ez nem egy balettiskola, vagy ez. De mondom, igen, csak mi úgy dolgozunk, hogy ha ő majd megszereti, balettáncos lesz, addig meg nézzük meg, hogy meddig tudunk elmenni. És úgy általában megértik a szülők ezt, és nincs is ezzel semmilyen probléma. Az biztos, hogy vannak ambiciózus szülők. De mindig az a kérdés, hogy a gyerek mit szeretne. Én úgy gondolom, hogy megértik. Most az a probléma, én szerintem a táncművészettel úgy unblock, hogy a problémáról lehet beszélni, hogy a gyerekekre ömlik rá az információ folyamatosan. Tehát a saját lányomat is lán, egy másodperc alatt megtudnak mindenről mindent. Ugye, amikor én voltam felvételizni annak idején a balettintézetben, engem fölvettek, csak én nem mentem oda, én maradtam Pécsen, 2500 gyerek volt. Most, hogy elmegy 70, akkor már örülnek. Miért van ez? Azért, mert olyan sok felé lehet menni, olyan sok mindent lehet csinálni. Nagyon kell reklámozni a táncművészetet, hogy ez jó. Nagyon sok szülő azt hiszi, mert a mai napig, hogy egy klasszikus balettet táncoló lány, mert ugye azt hiszik, hogy fiú ebben nincs is, holott van, az egy nagyon vékony, nagyon hosszú, magát sanyargató, bulimiás, nem eszik, késsel szurkálja, meg kínz, nem, semmi köze nincs ennek ehhez. Ez egy művészeti ág, ez egy mozgásforma, és a később esetleg a kiválasztás folyamán is olyan szerencsés, mert oda kerül, hogy balettáncos lesz, akkor azért nincsen köztünk bolond, aki folyamatosan kikészíti magát ettől a szakmától, hogy milyen vékonyak a balettáncosok. Azért vékonyak a balettáncosok, mert 9 órát dolgoznak a teremben, nincs is esélyük elhízni. Persze vannak az adottságok, stb. Tehát ez a klasszikus balett nálunk, van egy ilyen kis pejoratív megítélése ennek az egésznek, hogy fúj, ide csak olyan gyereket. Nagyon sokszor volt például nálunk, hogy az egyik gyereket nem engedte be a szülő. Az egyik gyerek pici volt, vékony volt, hosszú volt, a másik meg kicsit ducibb volt. És mondom, miért nem? Hát ő neki nem való, meg akarja óvni a csalódásoktól. Mondom, milyen csalódás történhet itt vele? Hát bejön hozzánk, táncolunk, elmegyünk. A Táncpedagógusok Országos Szövetségén a török Jolán például egy csomószor annyira jól esett nekünk, mert a zsűriben néha ültek szigorú emberek, úgy, általában szigorú emberek ülnek, a múltkori zsűribe például Szakály György Kossuth Díjas művész ült, Harangozó Gyula a Bécsi Operának, meg a Magyar Operának volt a balettigazgató, tehát elég komoly szakemberek ülnek, és egy-két zsűritag azt mondja, hogy minek hozzunk ide ennyi gyereket, mert 20-25 fős csapatokkal jelenünk meg. És miért nem választjuk ki azt a tizet, aki a legjobb? És akkor azzal minél jó eredményeket tudnánk elérni. Ezekkel a gyerekekkel sem érünk el rossz eredményt, kiváló eredményeink vannak. És mindig szoktam mondani, hogy azért, mert nálunk ilyen nincs. Mi együtt mozgunk. Nem ez a cél. Egy csapat van. Nálunk van duci kislány, nálunk van hosszú. Nálunk van tökéletes alkatú kislány, aki a balettintézetbe való, de ő nem az akar lenni, hanem mentőorvos. Tehát ez emelről kell, hogy szóljon. És nagyon jól esik mindig a török Jolán elnök azt szokta mondani, hogy mennyire becsüli ez bennünket, hogy mi mindenkit elhozunk, mert hogy a táncnak erről kellene szólni. Van például felnőtt balett nálunk. Bekopogott hozzám egy 60 éves hölgy, és mondta, hogy gyerekkorában őt ledagadtozta a 8 éves korában a mesternő, aki ez elvitte, és azóta ez neki milyen nyom, és most úgy gondolta, hogy összeszedi magát, és mégiscsak kipróbálja ezt a balettet. Hát mondom, fáradjon be. 3 éve van nálunk, elképesztően ügyes. No, hát ez egy kerek történet, és természetesen ígérhetem kedves nézőink önöknek is, hogy figyelemmel kísérjük, hogy mi minden történik. Ugyanakkor még van egy olyan program, ami azt hiszem, hogy felkelti a székesfehérváriak érdeklődését. Igen, a nagy táncválasztó lesz, ez negyedik alkalommal rendezik meg a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által. Ez szeptember 25-én lesz, reggel 10-től este 6-ig mindenféle táncstílus ki lehet majd nálunk próbálni. Előtte 24-én itt a főtéren szeretnénk egy kis közös táncot a többiekkel, úgyhogy várunk oda is mindenkit szeretettel, hamarosan jönnek arról is a hírek. Rendben van, köszönöm szépen. Köszönöm Ezt is ígérem, hogy figyelemmel kísérjük, köszönöm. És beszámolunk róla.
Köszönöm szépen, sok sikert kívánok mindenkinek, és hát a szülőknek is, és a figyelemfelhívást, tehát tovább érdemes és kell, és a Nagykuti Tánc Stúdiót választani, ha akar valaki balettáncos lenni a későbbiekben. Várjuk szeretettel. A mozgáskultúra mindenek felett a 21. században is. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm. Kedves nézőink, a Tánc Stúdió vezetője Nagykuti Zoltán volt a vendégünk, annak örömére, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetemen itt folyik majd Székesfehérváron az ő stúdiójukban az oktatás. Figyelemmel kísérjük ezt a történetet is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.